Komok. A szellemek nevére mi ez? Féltem. A szörny az alvilágból jött. Egy férc lény. Mint a Rigmusban. A férc lény szabad. Az őrző győzhet. Gyilkosai jönnek, hogy kivágják a szívet. A férc lényt a vers szerint csak úgy lehet megölni, ha szétaprítjuk. Richard használta az igazság kardját, de még csak meg sem sebezte. Próbáljuk meg csapdába ejteni. A problémánk sajnos sokkal nagyobb, mint egy undok szörnyetek. Ez a repedés a földben. Azt jelenti, hogy felhasadt az alvilágot elzáró fányon. Amíg a hasadék nyitva marad, addig az alvilág őrzője, ellensége mindennek, ami jár, lélegzik és növekszik a fényben, elküldheti szolgáit, hogy halált hozzanak minden élő lényre. Félek, hogy a férc lény csak az előfutár. Hogy történhetett ez? Varázsló éveim alatt egyetlen olyan erőt tapasztaltam, amely felhasítja a fájtlant. Ez Orden ereje. Akkor történt, amikor megöltem rát, és felrobbantak a szelencék. A varázsló második szabálya. A legnagyobb baj a legjobb szándékból született. Találok módot, hogy bezárjam a fájdalmat. Egy módot ismerek, ahogy a teremtő lepecsételte az alvilágot az idők kezdetén. A könnyek kövével. A kőbirtokos a képes. Újra bezárni a hasadást. Megszerzem. Megszámlálhatatlanul sok évszázada eltűnt. Sokan egy életen átkutattak utána. Ha valaki meglelheti, a kereső az... Kélem, tudod, hogy én is hiszek Richardban. De a fátyollal vigyázni kell. Amíg megtalálunk egy icipici követ a teremtett világ összes kavicsa közt, ehhez hasonló repedések bukkanhatnak föl bárhol és tovább terjedhetnek. Akkor pedig az alvilág őrzőjét semmi nem tartja majd vissza a háborútól. Kereső! Katonák érkeztek Taharából, és téged akarnak látni!